Kedves testvérek! Ahogyan az adventi időszakban, ilyen nagybőti időszaknak is megvan a maga rózsaszín vasárnapja. Ilyenkor a lilát felváltja a rózsaszín liturgikus szín, az orgona is szebben, hangosabban hangzik, és az oltáron is lehet rózsaszín virág. De még adventben a karácsony, az Úr Jézus születése iránti talán várakozás értelmet ad az örömnek. Úgy a nagybőti szent időben mi adhatna nekünk örömet akkor, amikor az Úr Jézus halálára készülünk? Mi adhatna nekünk ilyenkor örömet? A mai evangéliumban az Úr Jézus a maga kereszt halálát ahhoz hasonlítja, amikor Mózes a pusztában felállítja a részkígyót. Hogy mindenkit, akit megmarnak a kígyó, azok a részkígyóra tekintve meggyógyuljanak és megmeneküljenek. A részkígyó válik az Ószövetség nép számára a menekülés eszközévé. Ahogy Mózes kifeszítette azt a részkígyót, reményt adott a marás által, a kígyó marás által megcsípett embereknek. És hogy ez a kígyó akkor az örömforrása volt, számunkra a kereszt válik az örömforrásává. Igen ám, testvérek, mi nem a keresztnek örülünk, azt leginkább ki szeretnénk iktatni a mi életünkből. Leginkább azt szeretnénk, hogy a kereszt az ne legyen a mi életünkben jelen. Átkozzuk a keresztünket, nem nehézíti az életünket. Nem a keresztnek örülünk ma, hanem annak, hogy az Úr Jézus a kereszt halálával értelmet adott a mi keresztünknek is. Hogy van értelme a szenvedésednek, hogy van értelme az életedben felmerülő nehézségeknek. A mai vasárnap, testvérek, szeretnék három ilyen értelmet mindjárt számára bátorításul idehozni. Az első. A keresztünknek az első értelme, testvérek, hogy van bűnbocsánat. Az Úr Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje az embert. Az Úr Jézus nem egy bíró, aki abban leli örömét, hogy büntetést osztogathat. Hanem az Úr Jézus azért jött, hogy üdvözítse a világot. Hogy az embernek élete legyen. Azért jött, hogy pont keresztvállában az életet nyissa meg számunkra. Igen ám, testvérek, csak olyan a világban, hogy bennünket is megkísérthet az a gondolkodás, hát, hogy az én bűnöm az igazából semmi. Mindig a másiknál vesszük észre a bűnöket. Ezért is szoktuk viccesen mondani, hogyha akár jegyesek vagy házaspárok jönnek szentgyónásra, akkor talán hitelesebb képet adnának akkor a gyónok, hogyha a házastársa mondaná el, hogy milyen bűnei vannak. A bűnöket mi, mert mi nyomná le ismeretünket, a bűnöket mi általában el szoktuk tűsni, vagy megmagyarázzuk. De a hívőember számára bűn azért tényleg egy komoly dolog. És így értjük meg, testvérek, hogy a kereszt számunkra miért válik a remény jelévé. Mert az Urat azért feszítik keresztre, hogy a két nyitott karja mindig nyitott maradjon mindenki irányába. A kereszt éppen azt mutatja, hogy te olyan értékes vagy, és ezt a te értéket egyetlen bűn sem képes elvenni tőled, hogy az Isten fia meghal érted. Az Úr Jézusnak a keresztvára kiszegezett kezei soha nem zárulnak be. És olyan, azt hiszem, Szent Ágoston mondja, nem a szegek tartották Jézust a kereszten, hanem az irántad való szeretet. Soha nem zárulnak be ezek a kezek.
Győrben egy pár évvel ezelőtt a Káplandombon felállítottak egy bronz feszületet. És ennek a feszületnek az az érdekessége, hogy a keresztre feszített Jézus lenyúl egyik kezével a keresztről az ember után nyúl. És ezt a keresztet elnevezték mindenki keresztjének. Mert Isten bocsánatából egyikünk sincsen kizárva. Nincs olyan bűnöd, amelyet az Isten ne tudna megbocsátani. És ez tessék azért fontos, mert olyan sokunknak a bűn tényleg lelkismeretünkben foltot hagy. És olyanok leszünk, mint Arany János versében az áldás asszony, aki minden nap kimegy a patakra, és szinte már rongyosra mossa a fehér inget, és ő mindig még a vért látja benne. Hányszor és hányszor találkozunk esetleg a gyontató szélben olyan emberekkel, akik több évvel ezelőtti bűnöket már 20-szor, 30-szor gyónják meg, mert mindig maguknak nem bocsátottak meg. Mert ott van a lelkismeretnek ez a furdalás, ez a fájdalma. Egy házasságtörés, egy abortusz. És nyilván ezek ilyen tényleg súlyos dolgok, de bármilyen kis réteg, egy kis lopás is az ember élete végéig el tudja, vagy meg tudja kötözni. És úgy gondoljuk, hogy magunknak nincs bocsánat. Galántán van egy feszület, nem is tudom, hogy a menet született meg, nagyjából az 1500-as évekből, akik esetleg voltatok még azon a zarándoklaton Galántán, meg is mutattam, ez egy ilyen régi fa feszület, ilyen fekete, és hasonló, mint a győri feszülethez, itt is az Úr Jézusnak az egyik keze oda van szegezve a kereszthez, a másik keze pedig, a másik kezét az Úr Jézus áldásra leemeli, vagy áldásosztó keze van ott. És ehhez a kereszthez van egy szép hagyomány, szép legenda. Viszont egy galántai plébános, egy asszony nem akart feloldozni. Mert mindig jött ugyanazzal a bűnével is, és már hiába mondott bármit is, az asszony újra és újra elkövette azt. És amikor már egyszer betelt a pohár a plébánusnál, a gyontatónál, és nem oldozta fel ezt az asszonyt, akkor aznap álmában ennek az atyának megjelent a keresztre feszített Jézus. És azt mondta ennek a galántai atyának, hogy nem oldozott fel őt, én haltam meg érte. És akkor leemelte kezét, a jobb kezét a feszületről, és a feloldozás keresztjét rajzolta erre az asszonyra. A Isten bocsánata a gyógyulás útjává alakul át. A kereszt éppen ezért válik számunkra a gyógyulás, az orvosság, az örvendezés forrásává, mert Jézus a kereszten bocsátotta meg mindjárt bűnét. A másik ilyen értelme testvérek a feszület vagy a keresztnek, hogy bár a kereszt az összetör, a kereszt az megtör, a kereszt összetöri az álmaidat, összetöri, jobban mondva, megtisztítja a vágyaidat. Többször mondtam, és nagyon szeretem használni ezt a kifejezést, hogy a kereszt olyan, mint amikor az Isten a életünknek az autójában behúzza a kéziféket. Mert bizony esetben mi halmosak vagyunk arra, és nyilván szeretnénk az életet a maga teljességében megélni. És úgy vagyunk az élettel, mint az autópályán, hogy minél gyorsabban, minél többet szeretnénk megélni, megtapasztalni az élet boldogságában. És úgy vagyunk vele, hogy ahogy az autópályán egyre gyorsabban megy az autó, úgy a vezetőnek, vagy az autót irányítójának az oldallátás egyre szűkül. Minél gyorsabban mész, annál inkább már csak arra tudsz figyelni, ami előtted van.
És ami oldalt van, arra nem tudsz figyelni. Mondjuk rá jól is, hogy a vezetés közben éppen nem a szép tájat nézi. És amikor Isten behúzza a kéziféket, és akkor mi van? Megállt az életünknek az az iránya, amit élveztünk. Isten megtör, a kereszt összetör. Szétrombolja a mi álmainkat. Ott van mindig ez a lehúzó erő, hogy én ezt nem akarom. Egy csalódás, egy kiábrándulás, egy a velem hozott tulajdonságaim, vagy túl gondolom a dolgokat, hogy irigy vagyok. Mindannyiunk életében vannak ilyen velünk hozott tulajdonságok is, amelyek azt eredményezik, hogy az emberek nem értenek meg bennünket. És vannak olyan események, tragédiák, amikor tényleg leáll az életünk, megáll. De ilyenkor a kereszt, tessék, olyan Bach, az a nagy orgonista, vagy a zeneszerző mondta, hogy a kereszt, ahogyan a kottákban és a hangokat, hogy a kereszt felemel. Szoktam mondani a házastársaknak, vagy a jegyeseknek, a házasság előtt, hogy azt a feszületet, amit kapnak az esküvőn, a házasság kötéskor, azt a feszületet helyezik a hálószoba, vagy a nappalinak egy olyan pontjára, ahol a tekintet felett van, egy magasabb pontjára függesszék ki a feszületet. Mert igen, amikor az élet bekeményít, halmosak vagyunk, tessék csak a problémát látni, és elfelejtünk felnézni. Halmosak vagyunk a magunk fájdalmában magunkba fordulni. De a keresztre feszített Jézus ennek a fájdalomnak is megadta az értelmét. Mert olyan minden szemüsében a pap megállja, megtöri a kenyeret, úgy utána szét is osztja azt. Csak úgy tudsz tovább lépni az adott nehézségedből, ha megtanulsz újra feltekinteni, és megtanulsz újra körbe tekinteni. A kereszt az mindig megnyit. Összetör, de megnyit. Megnyit az ég felé, és megnyit a felebarát felé. Mert esetleg, ahogyan a papszenteléssel a pap nyilván pap lesz, de lelkipásztor csak a folyamatos megtöretés után lesz. Ahogyan a házaspárok a házasság után férj és feleség lesznek. De igazából akkor lesznek férjek és feleségek, amikor a kölcsönös hűségért meg kell harcolni. Amikor megszületik a gyermeket, apa és anya leszel. De amíg nem virasztottál gyermeket fölött, még nem aggódtad, átélte az egész éjszakát, addig igazából nem tudod, mit jelent az, hogy anya, anyának vagy apának lenni. A kereszt összetör, de jobbá is tesz. Egyik szemnek az életéről olvastam, csak nem köszönöm a neve, aki azt mondta, hogy amikor a beteg ágyhoz dőltem, és ott voltam éveken át, többet tanultam az életből, mint a legboldogabb napomon. Így értjük meg boldog Apor Vilmos püspöknek is a jelmondatát, hogy a kereszt erősíti a gyöngét, és szelídíti az erőset. És a harmadik gondolat testvérek pedig, hogy a keresztben sokszor magányosnak érezzük magunkat. Mert a szenvedésben azt nem lehet megosztani. A keresztben mindig magányos az ember. Lehet ott bármennyi barát, vagy házastárs, gyermek. De a szenvedésben mindig egyedül vagy. Mindig valahol magányos vagy. Azt hiszi Szent Ferenc, amikor már haldokolt, illetve amikor már nagyon gyenge volt és halála előtt állt, akkor szembesült azzal, hogy a számtalan sok Szent Ferenc által alapított közösség az alapítója, Szent Ferenc ellen fordul. Hogy Ferencet már nem értették meg. Nem értették meg azt a lelkületet, lelkiséget, amit Ferenc át akart adni a követőinek. És ez Ferencet
és ez Ferencnek nagy szenvedést okozott. Hogy mi lesz most azzal az álommal, amit maga Krisztus oltott Ferenc szívében. És Szent Ferenc pont ilyenkor, amikor már gyenge, amikor tehetetlen, amikor mindenki szinte ellene fordul, mindenki elhagyja Ferencet, Ferenc éppen ilyenkor kapja meg a stigmákat, az Úr Jézus sebeit. És ilyenkor kapja meg azt a látomást is, hogy Ferenc az ő nehéz keresztjével felemelkedik Jézus keresztjéhez. Az öröm forrása esetleg tényleg az, hogy mi keresztények, hogy mi keresztények, ha keresztjében nem vagyunk egyedül, hanem felismerjük azt, hogy Jézusnak is van keresztje, meg nekem is. És hogy ez a mi keresztünk, ez a mi Jézus és az én keresztem. És szeretnék most egy ilyen kis szép gondolatot mutatni a Kármelben, már ezt is mondtam, minden szerzetesnek, akár férfinak, vagy nőnek a szobájában egy egyszerű feszület van. És én is elhoztam ezt a feszületet ki a sekrestjéből. Minden szerzetesnek a szobájában egy ilyen egyszerű feszület van, ahol nincs rajta az Úr Jézusnak a teste. Azért, hogy a szerzetes, aki még inkább Krisztust akarja követni, minden nap erre a keresztre kell a szerzetesnek felmásznia, mert itt tudja Krisztust megtalálni. Csak is itt, a kereszten. Kedves testvérek, éppen ezért számunkra, és jövő héten már ez a kereszt is a templomunkban lesz, számunkra nem a kereszt jelent örömet, reményt, hanem az, hogy Krisztus az én keresztemnek is értelmet adott. Ezért örvendezünk ma, és ezért számunkra az Úr Jézus halála az örvendezés és a remény forrásává vált. És akkor a befejező három kérdés. Az első, van-e olyan foltja a lelkiismeretemnek, amit nem tudok magamnak megbocsájtani? A második kérdés, a szenvedés már jobbá változtatott-e engem? És a harmadik, fel tudom-e fedezni, hogy a keresztemmel nem vagyok egyedül? Amen. Isten vezesse meg.